Sziasztok! Jó rég nem volt már H&M színes videó, de most visszatértem vele. Igen, csak azt, hogy nem tudom mivel menjünk, nem tudom, hogy nekem itt van vagy 800 pályám, és nem tudom mivel menjünk megint. Mert már ugye hát már annyi H&M színes videót tettem ki már a mert korábban, hogy már azt se tudom, hogy mivel menjünk. Ugye, hát menjünk ezen négyes villamossal, jó? Menjünk Újbuda központtól. Meddig is. Menjünk a Blahájig, jó? Menjünk a Blahájig, térjük legalább. Hát igen, itt vagyunk Újbuda központnál. Ez a kis kombinó, de a mi villamosunk az ez. Hát igen, így nem rossz. Itt így néz ki a belső tere annak a szép UV villamosnak. Hát nem rossz, na. Nem rossz. Na, de hát akkor induljunk el. Ha a tűz már alig ér. Igen, hogy újabban nem tudok sokkal jobb tett videók. Nincsenek nagyon jó videó ötleteim. Léci, ha van nektek valami, akkor írjátok le kommentbe. Üdvözöljük utasainkat. Az első megálló a Budafoki út szerelmi sor. Budafoki út szerelmi sorban miért csodás. Igen, az. Amúgy ezzel már letöltöttem az OpenBV-et, szóval hát majd egyszer tervezek abból is egy videót. Abból a 3-as metrót fogunk menni majd. Ezt már tudom, csak nem tudom mikorra. Mikor lehet az. Okay. Ne szálljon fel, ha a lámpa ég. Egy jó emlékünk. Adjuk egy kis kakaót. Ugye a 4-es villamosra már mentünk egészen a Szélkámentig, ezért megyünk most csak a Blahaluza térig. De mondom, hogyha van valami jó videó ötletetek, akkor ezt írjátok a kommentbe, mert kezdek kifogyni az ötletekből. Petőfi híd, Budai híd. Te kombinó. Horáros pénzre.
Megállsz. Jó. Örülök, hogy megállt. Mert nem nagyon akart megállni ez az ízésem, szóval, tehát hallelujah, megállt. Na de induljunk is, robogunk is tovább akkor. A Mester utca következik. Hát Mester utca Ferenc körült, ugye, hát ma már. Így hívjuk. Egyébként, ha szeretnétek, akkor még jön Hámen színtartalom. Mert úgy láttam, hogy ez a kettő nagyon szeretitek. Bocsássatok meg, de nem tudok linket adni ehhez a pályához. Igen, jön a Korvin negyed. Na megállsz? Na, azért. Metró. A minőség hűság. Megállsz, akkor most jönt a Rákóczi tér, és utána jön a végállomás, ugye a 32-es terre. Ugye most csak úgy idáig jövünk. Igen, Rákóczi tér. Mikor ez is? Nem baj, mi nagyon szeretjük ezeket a kis UV villamosokat. Igen, téged is nagyon szeretünk, téged is. Nem, mi ezt te Ichi vagy Kachi vagy? Nem, ez Ichi, Ichi, igen, Ichi, Ichi. Na jó, akkor vagyunk tovább. Akkor, mint itt átletett volna szállni, 4-es metró, csak azt nem mondta. Na, de nem volt. A Blahalújza tér következik. Végállomás. Átszállhatnak a 2-es metróra. Innen a pótlóbusszal utazhatnak tovább. De jelenleg is vétják a Blahalújza teret. És most mondjuk, hogy csak így a felújítás miatt jövünk el ideig. Tisztelt utasaink! A Blahalújza tér felújítása miatt a villamos ideiglenesen csak idáig közlekedik. Innen villamos pótlóautóbusszal utazhattak tovább. Blahalújza.
az oktogon megpróbálom másfelé, ahonnan átszállhatnak újabbra a villamosra, és mehetnek tovább a Szélkámán tér metróállomás irányába. Lalúza tér végállomás. Hát viszontlátásra. Hát igen, most azért mondtam el az előbb ezt a szöveget, hogy busszal mehetnek az oktogonig, meg onnan újra villamosra, mert hát ugye szokott ilyesmi lenni. Villamosra mész, aztán átszállsz buszra, aztán megint visszaszállsz a villamosra, tehát 4-es, 6-os annyira egy káoszos vonal, tehát de ugye hát Európa a legforgalmasabb villamos vonala, és na mindegy. Hát én nagyon szépen megköszönöm nektek a figyelmet, hogy itt voltatok, hogy megnéztétek ezt a videót. Ha tetszett, akkor lájkoljátok. És ha szeretnétek még HMM-szímes tartalmakat, akkor írjatok, vagy bármilyen, vagy akármilyen tartalmat szeretnétek, akkor írjatok rám, jó? Na. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!